Üdvözlök mindenkit, Necrokrim vagyok, hát E3 Division 2 bemutatót láthattunk. Nem tudom ti, hogy vagytok vele, de nekem déjà vu érzésem volt, de olyan szinten. Amikor az első Division bemutatták, akkor ugye végigmentek egy ilyen kis tech demon, ahol négy emberke, állítólagos, valóságos játékosok úgy játszottak ezzel a játékkal, ahogy a gamerek sohasem játszottak volna ezzel a játékkal. És akkor egyszer csak megjelent a Division, és így néztünk, hogy what the fuck is this shit? Na, legalábbis miután az első pár hónap után feleszméltünk ezzel a játékkal, valami nem stimmel. És most valahogy ugyanezt történik. Snowdrop Engine bemutatta magát, megint gyönyörű tud lenni, szép, minden ott van a szeren ezzel a kis bemutatóval, ezzel a játékkal. Aztán remélhetőleg, amikor végleg kijön a játék valamikor, ugye, akkor ne az legyen már, hogy megint ilyen butított grafikát kapunk. Szóval nagyon úgy néz ki, mintha megismétlődne a történelem a Division esetében, viszont most nem is kifejezetten erre szeretném felhívni a figyelmet, hanem ilyen egy-két ilyen apró észrevételre, amit én láttam a játékkal kapcsolatban, legalábbis ezzel a rövid bemutatóval kapcsolatban, és hát, hogy is mondjam, a mai 21. századi dolgoknak megfelelően a féle óvaintés, illetve hype keverékét szeretném átadni nektek, amilyen érzések fogtak el engem, miközben ezt a játék bemutatót nézkem, mert a Division akárhonnan nézem, akármilyen broken játék volt, egy nagyon jó állapotba ért el. Tehát az Ubisoft nem hagyta el, vagyis a Massive Entertainment nem hagyta el ezt a játékot, és sajátos fejlesztéseknek köszönhetően elért egy olyan stádiumba, ahol nagyon is élvezetes lett vele játszani. Viszont egy biztos, és amit ugye talán ti is így vagytok vele, számomra egy biztos volt, hogy a tél koncepcióját már halálra untam, és végre igen, meghallgattattak a vágyak, nyár lett, és meleg van, és az utópusztikus világnak egy tökéletesen megalkotott képét láthattuk ebbe a kis bemutatóba, ahogy a növényzet már körbenőtte a városokat, és hát egyszerűen úgy néz ki, hogy Los Angelesben fog játszódni a játék, és ez nagyon is, ez a kis videó nekem nagyon is talapzatot nyújtott egy Division 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10-re, hogy őszinte legyek. Tehát akármelyik amerikai nagyvárosba betelepíthetik a játékot, és csinálhatnak belőle valamit, akár egy ilyen Wasteland-es, Amerikának van ugye egy ilyen nevadai sivatag című rész, és akár oda is becsinálhatnak valamiféle akciót, szóval sok és nagy potencia van a Divisionben. Na de, ahogy elnézem a történetet magát, arra sok mindenre nem kell számítani, tehát nagyjából úgy néz ki, mintha egy hónappal a Day Zero után játszódna az egész, szóval van egy olyan érzésem, hogy az új szereplőkön kívül semmit nem fogunk kapni. Nem fogunk kapni történet folytatást, nem fogunk kapni semmiért arról, hogy Dr. Jessica Kendall az fog-e. Ez csak úgy néz ki. Ez hasonló, igen. Úgy néz ki. Szóval semmit nem fogunk kapni arról, hogy a vírussal jutottak-e valamerre, vagy nem jutottak valamerre. Konkrétan az lesz, hogy ez történt New Yorkban, és ez történik Los Angelesben, kb. Szimultán, ugyanabban az időben. Viszont a történet, amit kapunk, az nem olyan vészesen rossz. Legalábbis meglátjuk, milyen fordulatokat rejt. Kétlem, hogy túl sok fordulatot fog rejteni. Valószínűleg megint csak egy ilyen intro cucc lesz, de majd meglátjuk a későbbi gameplayeket. Szóval a történet az lesz, hogy foglad vissza a fővárost, az amerikaid, persze. Úgy néz ki, hogy egy új kormány van alakulóban, de viszont ez a kormány a Division
ügynökök beállítása szerint ez egy korrupt kormány, mert ugye elméletileg a Division története szerint az elnök az túlélte ezt az egészet, mert sikerült kimenekíteni, szóval ő arra vár, hogy újra rend legyen és átvegye a hatalmat, viszont úton útfélen egy új korrupt kormány alakult meg. Ez megint csak felvetődik a nézőpont kérdését, hogy hát ez kinek korrupt kormány, lehet, hogy ez az új jövő is lehetne. És a lényeg, ami lényeg, hogy neked, mint Division ügynöknek ezt a kormányt kell szabotálni, ledönteni és a többi. Van egy olyan érzésem, hogy ez egy ilyen raid gyanús dolog lesz, hogy oda mész, és nap mint nap folyamatosan minden nap megtetted a kormányt. Nos, srácok, ez várható a Division-től. A jó dolog, tényleg véget ért a tél, tényleg egy ilyen utopisztikus világot csináltak, de ezen kívül semmi nem látszik változni. Igen, lehet, hogy lesznek új kütyük, nem nagyon néz ki úgy, hogy lesznek új fegyverek, biztos lesz egy-kettő. Három, igen, változtattak a menürendszeren, ahogy néztük így, csak így röviden, gyorsban változott a menürendszer, de hasra nem estem ettől, tehát nem ez az a változás, amit én reméltem. Négy, milyen változást is reméltem a Division-től, hogy őszinte legyek, bár leginkább történet folytatását reméltem, nem azt, hogy egy másik városban mi történik, és hogy oké, hogy alakulóban volt egy kormány, ezt tudjuk, tehát ez így várható volt, ez klisé, hogy őszinte legyek, hogy alakulóban lesz egy új kormány. Ezzel nem lepődtük meg, valamit esetleg a vírus fejlődéséről, megakadályozásáról, mi történik máshol kint a világban, extra, egy kicsit többet, reméljük, hogy a jövőben napvilágot fognak látni eféle hírek is, illetve persze a változás még megesett ott, mert erről semmit nem kaptunk, hogy a különböző szettek, esetleg új szettek, új képességeknek leszünk-e birtokosai, új kütyük lesznek, már láttunk egy drónt, már megint, ugye? Először ezt a drónt akkor láttunk, mikor az E3-ban még anno ezelőtt 5-6 évvel bemutatták a játékot, és állítólag azt lehetett volna játékosoknak irányítani, vagyis drónról rácsatlakozni, tabletre rácsatlakozni drónként a játékra, de most már megint volt egy drón, reméljük, hogy most már tényleg benne lesz valami drón ebben a játékban. Azt leszámít, hogy a környezet tök jól nézett ki, a gameplay nagyon is rendben volt, kb. Mint a mostani, meglátjuk című történet. Egy kis hype és egy kis csalódás is keveredik ennek a játéknak a bemutatásába, de tetszett. Lehet csak azért, mert új, és már a Division szempontjából már nagyon vártam azt, hogy egy ilyen nyári hangulatban legyen az egész, egy utopisztikus világ hangulatban legyen az egész, ahol a növényzet már benőtte a városokat, és ezt tökéletesen nyélbeütötték, és minden bizonnyal nem lesz egy rossz érzés ezzel a játékkal játszani, hiszen bármikor, amikor manapság bekapcsolom a Division-t, az egyet, egy élvezet vele játszani, csak már úgy érzem, hogy nagyon nagyon kijátszottam magam azzal a játékkal, annak ellenére, hogy én nem kötöttem el még sokatok több ezer órát ebbe a játékba, mielőtt, mióta megjelent, én eltöltöttem benne egy ilyen 500-600 órát, de úgy érzem, hogy megléptem minden lépését, amiről megléphettem volna, ott voltam mindenféle küldetésen, megcsináltam mindenféle küldetést többször, és kifarmoltam azokat a cuccokat, amiket nekem kellettek többször is, és onnantól kezdve már csak így a finom hangolás maradt meg, hogyha arról van szó, hogy farmolás és kifarmolni a különböző szetteket, hogy olyan szinte, hogy összeállítsál magadnak kb. 20-30 féle szcenárióra lévő ilyen szettet, és éppen átöltöz, amire akarsz. De közben nagyon jól tudom, hogy volt egy ilyen main gírem, és azzal a main gírrel tulajdonképpen bármilyen szcenárióra jó lettem volna. Volt csapat szcenárió, volt valami, de volt egy main gír, amivel el lehetett bárhol szórakozni, szóval
És tényleg egy ilyen finom hangolása maradt meg mindig a dolgoknak, hogy jó legyél a PvP-be, jó legyél a Dark Zone-ba, hogy és azt tudott élvezetet nyújtani a Division-ben nagyon is, mert akkor neki fogtál matekosztály és a többi, és ez egy jó dolog volt benne, de számomra, mondom megint csak számomra, egy 5-600 óra után úgy éreztem, hogy már nem nagyon akarok finom hangolni, már úgy annyiszor végigmentem a küldetéseken egy adott időben, hogy már így meg a globál éventek egy nagyon jó kis frissítés volt, és egy új irányzatot adott a dolgoknak, és remélem, hogy ez megmarad Division 2-re, miért nem maradna meg, ennek van értelme ennek a dolognak, és mindig időről időre, hogyha már úgy volt, hogy így meguntam a játékot, időről időre a globál eventek miatt visszamentem, hogy kifarmoljak új dolgokat, és ott a lényeg, új dolgokban van a lényeg, szóval meglátjuk. Division, várunk szeretettel, én nagyon kíváncsi vagyok rád, srácok, ha tetszett a videó, dobjatok egy lájkot, ha nem, akkor dislike-ot. Discord szerverünk, videó leírásában kérdéseket várom szeretettel, itt vagy Facebookon. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!